a Comedy Central és a Duma Színház bemutatja. A Comedy Club ma esti adásában Ráskó Eszter, Nagy Árpi második rész. Őrület! Nem tudom, ki ismerte fel a számot esetleg. Ez Tereskovától az Illatos a Pinán című eposz, ami gyakorlatilag a himnusza az életemnek. A jogdíjakról nem akarok most beszélni, de zsírosak. Nagyon örülök tényleg, hogy itt lehetek. Annak kifejezetten örülök, hogy nem augusztusban kellett felvennünk ezt a műsort, mert végre újra harisnya szezon van. És hát ha ez nem lenne rajta, akkor szétnyílnék, mint egy kecsú a sátor. Not even my final form. Jó az, hogy az ember kicsit karcsosítja, slankosítja, nem, nincs ez semmi baj. Szépek a levelek, fúj a szél. Össze vagyunk cuppantva, kezdődhet az élet. Sokan szokták kérdezni tőlem, hogy milyen érzés nőként a Duma Színházban fellépőnek lenni. Ugye sok kandúr között, akikkel együtt dolgozom, és hát fantasztikus, tényleg tök jó. Annyi, hogy egy ilyen rendes MeToo-hoz ilyen 4-5-öt össze kéne fogdosnom belőlük, mert a legmagasabbak is kb. A köldökömig érnek. Elég gyorsak is. Oda se neki. Kőhamvival amúgy nagy barátságban vagyunk, nagyon szeretjük egymást, és ez legjobban szerintem abban mutatkozik meg, hogy milyen jó beszélgetéseink vannak. Múltkor egy ilyen brutál edzés után jöttem be, nagyon izomlázam volt, és én jól viselem a fájdalmat, úgyhogy kb. Úgy vonszoltam magam, mint egy ilyen agyonvert kutya, ilyen... és már folyosóra kiabált nekem, neked mi bajod van? Szia Zoli! Neked is szép napot kívánok! Hát, izomlázam van. Tessék? Hát, hanem izomlázam van. Aztán mitől? Hát, mondom, nem fogod elhinni, de edzésen voltam. Aztán milyen edzésen? Hát, tudom, van ez a nagyon divatos, az a saját súlyos. Aztán nem lehetett volna valaki másnak a súlyával kezdeni, hogy... És az van, hogyha az ember kövéren esik teherbe, akkor nagyon sok megpróbáltatásnak van kitéve, nem csak az orvosok által, tehát a külvilág által is, mert hát ugye az van, hogy nehezen tudják ezt feldolgozni, akkor most teljes, nem teljes, hogy van, ezt ki kéne nyomozni. A legkeményebb az ultrahangos orvos volt, hogy amikor egy hetes teljes voltam, meglátott a folyosón, ennyit mondott, ez igen. Ez jó nagy gyerek lesz. Ez még csak a kaszni haver. Tekintsünk be, hogy egyáltalán gyerekről van-e szó, mert elég durva nyaram volt. Bármi lehet. Vele később se lett nagyon jó a, hát, hogy is mondjam, a viszonyunk, de hát erről már később fogok kitérni. Az első kör amúgy, amikor hát ugye teherbe estél, és már ugye letudtad az első 12 hetes titkolózást, az az, hogy el kell fogadnod magad, mint terhes nő, mert azért más megváltoznak a testi igényeid. Nekünk ráadásul decemberben a Duma Színházban van az ilyen, hát szezonunk gyakorlatilag, ilyenkor nagyon sok céges fellépésre hívnak meg minket, általában olyan emberek, akik nagyon szeretnek, hogy megmutassanak minket olyan embereknek, akiknek fingjuk sincs, hogy te ki vagy, és ez gyakorlatilag a siker receptje. Nekem is jött egy meghívó, azt mondja, hogy december közepén, hogy 600 darab kőművesnek kellene fellépnem, Balatonfüreden, mondom, ez tuti átbaszás. Én egy kőműves nem tudok 2 éve odarángatni hozzánk. Hogy tudnak ezek 600-at egy időben egy helyen? Ennyi erővel tényleg Narniába is elhívhattak volna, mert ugyanegy racionalitás alapja van. És ilyen rendes fellépő vagyok, ilyenkor mindig hamar beütöm a vazéba, hogy mennyi az utazási idő. Ki az, aki Véznek hívja? Ott takarodjatok innen, jó? Ez itt nem Buda. W, A, Z, E. Jó? Ha, tessék? Mondom, ez nem Buda. A Mackó Pulcsis úri embert, ha valaki kivinnék, köszönöm szépen. Informatikusok mindenhol.
Na igen, és beírtattam, hogy akkor mi a destináció, Balatonfüred, és mondja nekem, hogy 3,5 óra. Biztos takarítják az M7-est, vagy ezek felépítettek egy másik Balatonfüredet. Valahol teljesen máshol, de hát a víz soha nem hazudik, ugye? Olyan, mint... Ha! A sátán maga. Mi lesz a következő felvilágosodás? Szóval beütöttem, hogy akkor rock and roll, és mondom, tényleg soha nem szokott átverni. Aztán kiderült később, hogy volt egy ilyen alkalmazás frissítés, ahol egyik napról a másikra be kellett volna jelölnöm minden egyes rubrikába, hogy milyen utakra vagyok jogosult, hogy miket használhatok, és erről én nem kaptam értesítést. Rajtam kívül amúgy ennek másik egy darab áldozata volt az országban, ez Csonka Bandi, akinek Mátészalkán keresztül kellett Békés Csabára mennie. Az is egy erős körút volt. Mondom, csak elindulok időbe, hát nem lehet tudni, mi van. És egy olyan úton kellett, ilyen harmad-negyed rangú utakon kellett mennem, ami gyakorlatilag, én még soha életemben ilyet nem láttam, hogy olyan nagyon keskeny utak, aminek nem volt széle, tehát, hogy út-út-út, tarló, út-út-út, kukoricás, és olyan vékony volt az aszfalt az úton, hogy ha rátettem volna a kezem, akkor valószínűleg leolvadt volna a hőtől. Tehát egy Ferrero-sé golyót, amik sokáig fogsz a kezedben. Tehát nagyon sokan voltak az úton, kamionosok, mindenféle autó, csak nem akarnak engem átverni, úgyhogy megyünk, megyünk. Hát mert terhes voltam, ilyen tényleg 7-9 percenként kellett iszonyatosan pisilnem. És amikor már nem láttam sehol civilizációra utaló jeleket, nem, hogy benzinkút nem volt, települések nem volt, emberek nem voltak, csak a lemenő nap fénye. Fú, na ez kemény lesz, mit fogok csinálni? Nagyon muszáj, mondtam, összepisilem magam. Aztán odállok majd a megrendelő elé, hogy jöttem, aztán engem lehugyoztak. Ilyen világban élünk. Vagy még bízhatok az ülésfűtésben, hogy egy kicsit megszárít, de gyenge vigasz volt. Na, akkor vissza kell nyúlnom így a cserkész ismereteimhez, és ugye a 90-es években ez még úgy működött, hogy félreálltatok, és akkor a jobb oldalon két ajtót kinyitottad, ez egy ilyen privát szférát teremtettél magadnak. És gondoltam, hogy legalább a kamionosok szolidárisak, mert tudják, hogy hogy működik az emberi test, tudják, hogy ez nem magamutogatás, tényleg csak kényszer. Úgyhogy mondom, jó, hát most itt fogok pisilni az út szélén. És hát legugoltam, ebben a pillanatban reagált rám a közlekedés. Ez igen, anyukám! Csurogjon, aminek csurognia kell! Nagyfehér! Adta nagyfehér! Szerintem CB rádión adták le egymásnak amúgy, hogy 32-es kilométer külön, beszartok, óriási, óriási. Meg ott googoltam, ugye, terhesen, fehér fenékkel, vörös fejjel. És végig csak arra gondoltam, hogy ezt valaki lefotózza, és felteszi a napi szarra. Én ebből soha nem jövök ki. Ki az, aki tudja, mi az a napi szar? Annyira durva. Milyen lehet a látogatottság annak az oldalnak? Elképesztő. Aki nem ismeri, annak mondom, hogy a napi szar az gyakorlatilag, nem is tudom, egy ilyen publikus megszégyenítő oldal. 30 éve ezelőtt behúzták Magyarországra az internetet. Itt voltak a magyarok, hogy mit csináljunk ezzel a sok lehetőséggel. Mennyi információ. Mennyi adat. Csináljunk egy oldalt, amire fel tudjuk rakni a részek fiatalokat, hogy aztán soha ne dolgozhassanak megfelelő pozícióban. És tényleg az én korosztályomnak ez egy napi betevője volt, hogy elmentetek, berúgtatok, aztán másnap reggel felkelt, és görgettel a napi szalat, hogy ez nem én vagyok. Ez sem én vagyok. Ez lehetnék én is. Tényleg brutális. Egyszer a legjobb barátnő felkerült rá, nagyon meglepődtem, amikor megláttam ezt az ismerős arcot, és hát este 11 volt, gondolkodtam, hogy elmondjam, nem mondjam, hogy tényleg majd később úgy is kiderül, de már a matávos telefon a kezemben volt. Na, Ági, figyelj, nem akarnak fejlegesíteni, de felkerültél a napi szarra. A háttérben hallottam, hogy már betárcsázik az internet, az anyukája már kiabált, Ági, kám, este 11-kor, hát mit képzelsz? És hallom, hogy görget, és egyszer csak meglátja a fotót. A fotó nem úgy az volt, hogy ült egy máv szerelményen, a két szemfoga helyére be volt szúrva két sós ropi, és a kép címe az volt, hogy a faszvámpír. Hosszú hallgatás következett. Hát lehetne rosszabb is. Én akkor már mentettem le a képet, hogy
Jó lesz ez majd a házassági évfordulójára. Szóval ettől rette, ugye van még a testvér oda puruttya, azt már le se lehet írni Messengeren, mert azonnal kitiltanak a Facebookról, és tehát elhihettek, milyen színvonalas tartalmak vannak. Na jó, oké, akkor beülök a kocsiba, menjünk tovább. Haladtam ugye a meghívás irányába, akkor is megérkeztem. Egyetlen egy szabály van nálunk ilyenkor a karácsonyi bulikon, meg általában rendezvényeken, hogy nem szeretünk fellépni vacsora előtt, mert a magyar ember ugye úgy van vele, hogyha pinteken ingyen ételhez jutok, akkor hétfőn elkezdem a lébőt kúrámat, megtisztítom a csakráimat azoktól az ételektől, amiket én fizettem ki, hogy helyet csináljak azoknak, amit a munkáltatón fog kifizetni. És tényleg 5 napig szóval nem esznek, nem isznak, készülnek a nagy eseményre, és ilyenkor általában ugye nagyon ilyen türelmetlen, ez az igazi férfi éjség szokott ott fogadni, ugye ilyen türelmetlen, nem befogadó már, ízeg mozog, de ezzel az aperitívet kiosztják, úgyhogy kicsit részeg is, ugye, ez tényleg a legrosszabb fajta hangulat. És akkor megérkeztem, ott keringtek ezek a kőművesek, egyet láttam, aki kopogtatott egy ilyen cserepet, hogy ez olyan csokoládé vagy? Na, majd később visszajövök, megnézem. Soha oda hozzám a szervező, hogy kis csúszás van, hogy nem lehetne, hogy én lépek fel a vacsora előtt? Hát mondom, a mai megaláztatásokban tényleg még erre van szükség, úgyhogy hadd szóljon. És kiállítottak 3 hónapos teresen egy új alakú csíving, hát a koszorú közé. Mögöttem rotyogott a káposzta. Én elől álltam egy szám mikrofonnal. A gyerek odabent meg tombolt, hogy ne! Én ezt nem bírom ki! Az emberek meg néztek rám nagy szemek, hogy ez ki? Szerintem Erzsi a pénzügyről. Ja, jó. És akkor feldolgozták, hogy én most hosszasan fogok neki mindenféle dolgokra beszélni, akkor elindult a lázadás, ilyen félhangosan, hogy te, Jani, nincs egy kis púrhab a kocsitba? Idongott rá! Majd aztán kimeszeljük, na várjál csak! És ugye én is éreztem annyira jól magam, úgyhogy jöttem lefelé, aztán már úgy tapsoltak, amikor vége lett az előadásnak, hogy egyik kezükbe tányér volt, ilyen. Köszönjük művésznő, viszont nem látásra művésznő. És rátámadtam így a szervezőre, hogy mondja már meg, hogy mi van az M7-essel, hogy az ég egyett a világon semmi, mondta, az fantasztikus. Úgy mentem végig a csontüres M7-essel, hogy senki nem volt rajta, csak én meg a csillagok, olyan, mint a Holnap után című filmben, tudod, hogy még egy T-rexet tényleg eresztenek erre rá. Nagyon magam alatt voltam, úgy éreztem, hogy mindent elvettek tőlem a mai napon, tehát végtelen megaláztatások, és azt éreztem, hogy nem feküdhetek le úgy aludni, hogy egy győzelmem nincsen, mindenféleképpen valahogy ki kell jönnöm ebből a spirálból, és az van, hogy a Duma Színházban nagyon régóta szívják a véremet, hogy itt nagyon divat az, hogy amikor fellépésre mennek, egy nagyon szép ilyen utazó bőrönben viszik magukkal a váltásruhájukat, ugye húzzák magukkal, mint a Aviátor című filmben, és hát én ezt egy IKEA szatyorral megoldottam. Emiatt nagyon sok szímelinda jellegű megjegyzést kaptam a kollégáktól. És azt éreztem, na, ennek most teszek pontot a végére, most bemegyek az alléba, és veszek magamnak egy bőröndöt. Mentem fel a mozgó lépcsőn, hol lehet itt bőröndöt kapni. Egyszer csak kirajzolódott Samsonite. Mondom, nem basztok át. Itt bőröndöt árulnak. Bementem, és két darab eladó volt, ugye azért vannak mindig kettő, hogy egymást figyeljék, hogy te nem lopsz. Én sem. Itt az egyik eladó rajta feküdt a pénztárgépen. Látom, hogy valami érzelmi viharon van túl, vagy alszik, vagy épp kihord egy sztrókot, nem tudjuk. A másik pedig kísérgetett egy fiatal srácot, ilyen egyetemista forma volt, aki látszott rajta, hogy nem vásárolni akar, hanem csak így élvezi a helyszínnek hangulatát. Ah, de jó meleg van itt. Milyen szép fények, milyen tisztaság. Ez nem a kollégium. És a csaj úgy kísért ilyen 2 méter távolságra, közben látszott az arcán, hogy dögölnél meg, tényleg, hogy dögölnél meg. Ebbe érkeztem meg, hanem, hello, sziasztok, hello, semmi válasz, halló, semmi. Na jó, akkor elkezdek vásárolni egyedül. Hozzányúltam egy bőrömhöz, gyakorlatilag 4 szakadt rám egyidejűleg. Ebben a pillanatban mind a kettő tényleg, mint az ilyen szurikáták, hogy behatoló, behatoló, behatoló. A csaj, aki kísérgette a srácot, irányt változtatott. Te olyan volt, mint a Prince of Perzsiában, tőle a Prince ilyen... Oda jött hozzá, miben segíthetek? Hát, be fog szarni. De bőröndöt szeretnék vásárolni. Jó, de miért? Elmagyaráztam neki, hogy a legegyszerűbb, ilyen húzós, ilyen kabinbőrönd, feles, repülő, stb. Állt ilyen teljesen szemtelen arccal.
Jó, de ez nagyon drága. Őszinte leszek, az első gondolatom az volt, hogy tényleg lepisíltem magam. Azt hiszem, hogy csöves vagyok, aki próbál magának hajlékot vásárolni. Tessék? Mondom, ez nagyon drága. És ebben a pillanatban kirobbant belőlem a szabolcsi Beyoncé, ilyen... Szürke van? Van. Akkor egy szürkét kérek. És láttam a döbbenetet az arcán, elkezdtek jelelni a másik, hogy ezt megveszi, bazd meg. Úgy sétáltam oda a pénztárgéphez, tényleg, mint a, nem tudom, így a Wolf Kati az Eurovíziós Dalfesztiválon. Közben bent szólt a zene, most még nem veszíthetek. Még nem! Megérkeztem a pulthoz, mondják a másik nagyon szimpatikus lány, hogy kártya vagy készpénz? Készpénz? Miért én prostituált? Kinél van ennyi készpénz? 2020, jó? Kártya, digitalizáció. És mondja, jó, jó, hát akkor 96.500 lesz. Amikor próbálsz új sztrókot kapni, hogy a másik ne vegye rajtad észre, mit érzel, próbáltam mesterségesen összehúzni a pupilláimat, ilyen. Hogy ilyen miért nem a princeszpékségben történik az emberrel, beszól neked az eladó, kikér az összes túrósat, még az is csak 3500, miközben kifizettem, arra gondoltam, hogy Péternek holnap milyen szarnapja lesz. Akkor visszahozza a bőröndet, hogy... Nem ilyet szerettünk volna. Félreértés történt. Mert hogy ez ilyen cipzáros, nekünk ilyen patentos kéne. Meg ezen a zár, az igen, hát kicsit gyenge, hogy nincs ilyen biometrikus, vagy valami komolyan. Ja, plusz 40 ér van. Egy szónak is 100 a vége, nem sikerült visszavinnünk a bőröndöt. Ezért nem lehetett a gyerekemnek babakocsia. Mondjuk a gyereknek kurva mindegy, hogy húzzák, vagy tolják, fel se fogja. Belepókozod. Rájtod a tetejét, ha esik. Nagyon fontos, hogy 7 hónapos kor előtt ne cipzározzuk rá, mert akkor tanulnak meg kopogni.